Hello, hello, sziasztok, kockén, Tomi vagyok, üdvését mindenkinek a Rome Totalban. Folytatjuk a Julius Hess Osszó gyáratunkat, több mint valószínű az utolsó rész az értünk. Amúgy. Csak mondom. Bevettük Alexandriát, pretty nice. Azokat meg kéne úgy javítani, azt meg úgy felvenni, azt meg... Legyen aréna. Vízvezeték, hatalmas kőfal. Lehet egy itt is egyébként, egészen nyugodtan. Az a sereg még nem mozdul. Innen kell egy onager, Sidonból. Sőt, a zsákot. Innen ki fogjuk vinni a sereget. És megtámadom Bostrát. Amúgy hogy állunk? Tehát még van 47, még 2 kéne, abból itt az egyik. Majd mindjárt. Oké. Okay. Ja, makromanit be kéne venni egészen nyugodtan. Ugye felmerültek itt a kérdések, hogy miért nem készítem fel Itáliát a polgárháborúra. Hát igazából azért, mert nem érdekel, tehát, hogy... vagy nem tudom, érted? De olyan jó, hogy itt amúgy semmiféle íjászt nem tudok képezni. Tehát ez annyira jó kitaláltam így valamikor. Na jó, mindegy. Mindenhol jó a közrend, beszarok. Ebből a kis pöcsön faluban nem lehet valamit csinálni. Utat, az mondjuk jó. Ilyen piac. Ott semmi. Kúria, kúria, az mindenhova kéne. Harc ezekért pálya, nem. Aréna, az mondjuk az jöhet. Itt nincs valami, ami így... Körvége, ugye természetesen szerint bevesszük Bostrát, bevesszük Makromannit, és utána bevesszük Rómát. SPQR skip, jó. Interesting. Ellen. Jeruzsálembe egy picit elfogyott a sereg. Négy. Így, ja, ezek kicsit sokan vannak. Amúgy. De... Itt érdekel. Én is sokan leszek. Ez egy nagyon értelmes mondató, tudom. Tehát én is sokan leszek. Ezt majd azért szerintem fel kéne jegyezni valamilyen, nem tudom, könyvbe. Kijönk ide, és reménykedek benne, hogy Makromanniból megtámadnak. Szarmatákra szükségem van, köszönjük. Oké. Hát az egy picit sok. Nem akarok amúgy nagyon izélni. Építkezni. Jelenleg mindenféle más dologra kell a pénz. Oké, hát Bostrát bevettük, az jó. Tébába leesett a közrend. Fuck you. Ez a sereg, ez innen megy tovább.
Ez a sereg, ez el fog menni erre. Itt van, azt hiszem, Petra, vagy mi a zsákom annak a neve. Na mindegy, az lényeg, az kell. És... igazából... igazából az úgy fog kinézni, hogy muszáj lesz kostromolni egy kört, és remélhetőleg addig nem fog megtámadni senki indokolatlanul. Makromanit azt ugye még ostromoljuk egy darabig. Mert ugye azért, mert sokan vannak benne. Easy. Nagyon jó. Egy-két ilyen építős dolgot azért meg lehet csinálni. Hát aminek értelme is van. Oké. De ezek miért csak bronz izét kaptak? Nincsen fémmentő, de fú. De gáz. Nem tudom, hogy hol van az a város, amit keresek, de... mindegy. De ami a lényeg... Oké, meg kell támadjam Rómát így most. Ugye meg tudnám azt csinálni, hogy neki meg katapulttal. De az úgy nem. Jó, most van egyetlen egy köröm arra, hogy bevegyem Rómát, meg Makromannit. Hogy nyerjünk. Oké. Nagy sereget megtámadta ez. Meg ez. Jó, hát rengeteg lovasa van. Azt mondjuk aláírom. Itt viszont nincs olyan sok. Még nekem is van lovasságom, tehát nem kell parázni annyira. Kettő darab sereggel elválnok, ugyanis ez a szenátusi seregenek a nagy része még ugye első korabeli, tehát a Marius reform előtt ugye Triarius, Hastatus, meg ilyen szarok. Úgyhogy azokat remélhetőleg ezüst fejlesztésű prétoriárius korszokkal meg tudom verni. Mármint, érted? Így remélem. Na jó. De ez miért nem mozdul? Nem helyezhető erdős területre. Hát de beszarok. The enemy have brought up reinforcements in a pathetic attempt to save themselves. Több soros védelmet kell kialakítsak.
Valahogy te is juss már el ide. Tehát a hármas lesz az első, a kettes a második, és az egyes lesz az utolsó védelmi sorom. Oké. Nem tudom, ez kiadta ezt a parancsot, de álljatok már úgy normális alakzatba. Normálisban. Egy. Na, öcsém, ezen aki átjön az ember. Még azt mi nem bennem betolnátok ide még úgy ma. Még úgy ma. Ez az, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hát ezekkel emeltek esélytelen, hogy átjön akár az első soromon, mármint hogyha normálisan csinálják a emberkém a dolgot. Azt, hogy hozzá kell azért tenni. Ott jön ugye a második sereg, abban már azért van egy sas. Hát ha megnéztek, ezek a sasos kohorszok, meg az is, azok már nagyon durvák. Van itt egy 3 darab hadvezér, így minimum, meg ilyenek. Római nehézlovas parancsnokot lehet lőni nyugodtan. Az előm külvedékkel, mert ugye el is találjuk. Remélhetőleg. Ja, hát valamit eltaláltunk, de az a tüzes genyó az úgy esélytelen. Az úgy esélytelen, hogy eltaláljak vele bármit. Anya, nem érdekel, hogy dobálnak minket, mert miért érdekelted? Érted? Ó, oh, bazzagon majdnem megvolt. Jó, ott már volt valami. Tartsd a sort, egyen meg a szíved. De nem menj már hátrafele egyfolytában? Hogy így miért? Na, törjél meg! Gyerünk!
Ez az. Nem, ahogy csak sikerül megölni, hát figyelj, nem is értem sehova. Jó, hátra tolták, baszod. Gyerünk, még van három ilyen. Ne szórakozzunk már. Jó. No honest Roman will weep even though he was a countryman. Megtört, vagy mi van? Nem. Of course not. Öld már meg azt a keci sebet! Hát ne izéljél már! Ember! Hol van a... Ja, ezek kellenek. Nagyon jó, a második sorban még nem igazán sikerült belemenni, úgyhogy annyira nem rossz. Jó, fogjuk rá. Ó. Ó, all in. Das ist deine Battle. Jo, menj onnan.
praised. Okay. The enemy general is dead. His men know their doom approaches. The gods be praised. The enemy's hearts are full of fear and now they flee. Buzz. Okay. Nem tudom, mennyi fog belőlük maradni már, mint így a védelemből, de... De ez már bazd meg, mert ez már komolyan nem nevetség is. Enemy army is in flight. Pursue them and drive them from the battlefield. Jó, hát amúgy nyertünk, vagy mi? Ez itt az elég durvára sikeredett, itt ez. És egyébként... Nem tudom, de a seregünknek csak a... 31%-a halt meg, szóval... Mármint, hogy így érted. Ó, nem olyan rosszak ezek a kis prétoriárius kohorszok, érted? Victory! Igen. Még 700 ember. Pull back! No more. Das ist Roma, bro. És még oltár sincs benne, vágod, baszod. Ez sases... Fú. Nagyon jó. Hát hogyha nincs benne oltár amúgy? Igazából nem tudok rájönni, de mindegy. Na, srácok, meg van Róma. A bit probléma az az, hogy ugye... Most elkezdődött a polgárháború, és igazából nem vagyunk rá annyira készen, de ez már egy másik kérdés. Érdekes, maradjunk ennyibe érdekes. Jó, még vegyük be Makromannit. Nem érne. ...2300 ember védi. Érdekes. Játszani. Van mit lőni. Azt hiszem. Our soldiers are at the gates. Now they must battle a way through. A barbár hadúr. You know? Have done their work well.
The battering ram has broken through the gate. Hogy állunk amúgy? 17, 19, 20. Soldiers have captured the walls. Now is the time to press on and capture this place. Gyerünk. Lőjetek most már! Igen. That's right. Now is the time to strike hard at his grieving subjects. Ez jó volt. Pretty easy. Nem olyan rosszok ezek a pasztalnák amúgy. The enemy army is in flight. Pursue them and drive them from the battlefield. Nyertünk. Vagy mi. Oké, okay. Hát ez lett volna, srácok. A Julius ház. Hosszú a gyárat. És egy igazából nyertünk. Na már most, ugye, hogy elindult a polgárháború. Ez kicsit érdekesebb lesz.
Ugyanis lesz majd egy külön videó arról, hogy folytassuk-e a sorozatot tovább. Nem Julius Caesar végigjátszás néven, hanem mint a római polgárháborút, és megverjük-e itt ezt a zöld, illetve kék urat, vagy birodalmat, vagy mit tudom én. Meglátjuk, srácok, az mi nem most lesz, most egy kicsit pihenőpályára rakjuk a romtotávort, úgy nagyjából egy legalább két napra. És majd utána meglátjuk, hogy mi lesz. Úgyhogy remélem ez a sorozat tetszett nektek, srácok, ha így van, nyugodtan írjátok meg kommentbe, meg ha hozzám dobtok egy lájkot, akkor nekem nagyon jó lesz utána. És így nagyjából ennyi. Úgyhogy remélem élveztétek, és itt leszek velem a legközelebbibe is. Én Tomi voltam. Sziasztok. Várjál. Ezt ilyenkor meg kell nézni. 136 csatát nyertünk, 16-ot vesztettünk. Fuck. Ja, és így ennyien maradtunk. De pártosok még mindig élnek. Na jó. Szóval, ugyanaz a monológ, mint az előbb. Sziasztok.